Vádirat ismertetéssel, a vádlottak és tanúk kihallgatásával tárgyalta a nagycserkeszi állatkínzás ügyét ma a Nyíregyházi Törvényszék. Az eset nagy sajtóvízhangot kapott korábban. Fülöp kutya esete az állatvédők és a hatályos állatok védelméről szól, és az állattartás szabályaira vonatkozó törvények szerint is az állatkínzások közé sorolható, amelyet a BTK büntet. A stúdióban köszöntöm dr. Toma Attilát, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivőjét. Jó estét kívánok! Egyrészt az eset kapcsán beszélgetünk most erről a témáról, másrészt pedig annak kapcsán, hogy ezen kívül, az eseten kívül is nagyon sok olyan tárgyalás van, büntető per van a Nyíregyházi Törvényszéken, ami állatkínzással összefügg. Talán nem is tudják az állat tulajdonosai vagy a házi állat tulajdonosa, hogy bűncselekményt követel. Szerintem idézzük fel először a történetet, ami ehhez a kutyához kötődik, és szerepel a vádiratban is. Igen, ahogy az a felvezetőben is elhangzott, ma kezdte a Nyíregyházi Járásbíróság ezt az ügyet tárgyalni. A vádhatóság a terhelteket az állatkínzás minősített esetével a bünteti alakzattal vádolta meg. Én azt hiszem, hogy közismert maga a történet, ez a kutya tartásához kapcsolódik, olyan módon tartották, olyan huzamosabb ideig fennálló bánásmódot alkalmaztak a kutyával szemben a vádirat szerint, amely a kutya elpusztulásához vezetett, szoros nyakörvet helyeztek el, ellátásáról, egészségügyi ellátásáról, étkezéséről nem megfelelően gondoskodtak. Ez a vád, ezt kezdte el a bíróság most vizsgálni. A bizonyítás jelentős részét lefolytatta, ítéletet nem tudott hozni, mert tulajdonképpen a szakkérdése, annak eldöntése, hogy a kutya halála és ezen tartásmód között okozati összefüggés fennáll-e. Egy szakértői véleménynek tekinthető orvosi dokumentum rendelkezésre állt ugyanaz iratokban, de ezt a feljelentő jelen esetben az alapítvány egyik orvosa készítette. Hát az eljárás jogi szabályok miatt ez így annyira a szakvéleménynek nem tekinthető, de a bíróság soron kívül rendelkezett szakértő kirendeléséről, és én úgy tudom, hogy novemberben lesz várható az ítélet meghozatala. Csak hogy még egyszer tisztázzuk, kik tettek feljelentést az ügyben? Én úgy tudom, hogy egy mező részlelte ennek a kutyának az állapotát, és ő fordult segítségért valamilyen állatbarát alapítványhoz, és az információm szerint ők tettek aztán feljelentést ebben az ügyben. Mármint az alapítvány. Igen. Hiszen a kutya oda került, és ott kezelték. Megkezdték az ellátását is, és hivatalból elindítottak egy eljárást állatkínzás miatt. Amit az elején szerettem volna érzékeltetni ennek az esetnek a kapcsán is, és úgy egyébként is, hogyha egy házi állatnak a tulajdonosa felelősséget vállal az állat iránt, akkor mi mindent szeghetnek meg, vagy mit jelent ez a felelősség tulajdonképpen? Itt a vádiratban is mi mindent sorakoztatnak föl? Tudni kell ugye, hogy azért elég régóta szimbiózisban élünk mi az állatvilággal, a természettel. Ennek a megőrzése, megóvása az mindenkori embernek és a mindenkori emberi társadalomnak a felelőssége. Valamilyen szinten a társadalmi fejlettséget is kifejezi azt, hogy az emberiség hogyan viszonyul az állatvilághoz. Régebben élnek már az állattartásáról szóló mögöttes jogszabályok, de ugye az én területem is, ami miatt most egy konkrét ügy kapcsán itt vagyunk, az a büntetőjog, amely nem túl régen, de nem is mostanában, 2004-ben lépett be ebbe a sorba, tehát hogy a büntetőjogi eszközökkel is próbáljuk most már az állatok jogait, egészséges élethez való jogát érvényesíteni. Ezek a mögöttes jogszabályok, ugye az állatok tartásáról szóló törvény, ez egy törvényszintű szabály, ennek van végrehajtási rendelete. Ha most konkrétan a kutya példánál maradunk, ezek részletesen meghatározzák azt, hogy egy felelős állattartónak
hogy milyen kell, kötelezettsége van. Hogy kell tartani az állatot, milyen kötelezettsége van. Részletesen szabályozzák azt, hogy milyen étkeztetésről kell, milyen szabad mozgástérről kell gondoskodni, milyen védőoltásokat kell biztosítani a kutya részére. Tehát a legalapvetőbb jogait tulajdonképpen szabályozza az állatnak, és hát én ez alkalommal is felhívnám az összes állattartó figyelmét arra, hogy ezeket be kell tartani, mert bár szélsőséges eset, de íme a konkrét példa, hogy hát a büntetőjog is óvja ezeket a jogokat, és végső soron bíróság elé lehet kerülni ilyen eset miatt, ezen jogoknak a semmi vétele esetén. Ebben az esetben milyen büntetést kaphatnak a gazdák? Mint mondtam, ez a minősített eset már. Egyébként az állatkínzás, ahogy mondtam, 2004 óta létezik a BTK-ban, valahogy az uniós csatlakozás környékére datálódik ez a dátum. Van egy vétségi alakzat, annak 2 évig terjedő szabadságvesztése a büntetési tétele. Ez a bünteti alakzat, amikor az állattal szemben alkalmazott bántalmazás vagy bánásmód, a jelen konkrét ügyünkben ez már bánásmód, mert egy hosszabb tartamú, huzamosan időn fennálló elkövetési módot feltételez. Tehát amikor ez a fajta bánásmód már különös kegyetlenséggel párosul, az állat vonatkozásában különös szenvedést okoz, akkor már 3 évig terjedő szabadságvesztés a kiszabható maximum. Ebben az esetben én úgy tudom, hogy a vádhatóság ezt indítványozta, hát nyilván még ítélet nem született, majd meglátjuk, hogy milyen ítélet fog születni. Egyébként ezek a büntetési tételek szigorú büntetésnek számítanak? Ez egy nagyon jó kérdés. Tulajdonképpen, ha megnézzük a BTK-nak a büntetésen belüli rendszerét, akkor azt is mondhatjuk, hogy szigorú, meg azt is, hogy nem annyira. Én tudom jól, hogy ez is, mint a társadalmi életben annyi minden megítélés kérdése. Van, akinek semmi nem elég szigorú, van akinek meg még ez is túl sok. Ha azt közelítem, hogy alternatív büntetésként főszabály szerint a BTK pénzbüntetést vagy a szabadságvesztés büntetéstől enyhébb szankciót nem ajánl fel első körben, mint kiszabható büntetést, mert nem ajánl fel, akkor ez valamilyen szinten szigorú. Nagyon sok esetben ugye azt mondja, hogy ha valaki eltulajdonítja másnak az értékét, közérdekű munka, pénzbüntetés, szabadságvesztés lehet. Itt csak szabadságvesztést ajánl fel. Természetesen ez nem azt jelenteni, hogy egyébként nem lehetne kiszabni enyhébb szankciót, de azt a bírónak külön indokolni kell. Egyébként mit figyelnek meg a büntetőperekben, az ilyen jellegű büntetőperekben szigorodnak a büntetési tételek? Én hevenyészet statisztikával készültem a mai beszélgetésre, nem a teljesség igényével, de azt el tudom mondani, hogy ez évi adatokat figyelembe véve, 2017. január 1-től szeptember 25-ig, tehát viszonylag friss a kimutatás, az első fokon befejezett ügyekről van szó. Én azt vettem észre, hogy szigorodik a büntetés kiszabás az ilyen jellegű cselekmények miatt. Döntően felfüggesztett szabadságvesztés, büntetés az alkalmazott szankció. Tudom, nem lehet összehasonlítani, minden ügy más, de régebben azért inkább pénzbüntetés, próbára bocsátás volt a jellemző. Egyre durvulnak az esetek, és úgy veszem észre, hogy a bírói gyakorlat is ezt valamilyen szinten kifejezi és követi. Azért mondjuk még néhány esetet, térjünk el ettől, és akkor nézzük meg, hogy a nyíregyházi törvényszéken hasonló büntetőperek, milyen jellegű büntetőperek voltak ebben a kategóriában, vagy állatkínzás kategóriában, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy az emberek nem is tudják, hogy bűncselekményt követnek el, vagy nincsenek tisztában a súlyával. Azért is érdekesek azok az esetek, amelyeket tényleg a teljesség igénye nélkül, de amit említettem, a 17. januártól most szeptemberig 25 ügy zárult le 28 vádlottal szemben, és ezek közül szemezgettem, 6-8-at kinyomtattam és elolvastam.
Azért is tanulságos, meg még egyszer mondom, csak egy ügyszám volt, meg egy vádlotti név, amit nyilván én most nem fogok elmondani ezekben az esetekben, de mégis ahány ítéletet most itt elhoztam, és megnéztem, mindegyik más esetről szól. Tehát a legkülönbözőbb módon lehet ezeket a cselekményeket a legkülönféle állatok sérelmére elkövetni, és lehet ezzel a bíróság elé kerülni. Van olyan eset, ami a tiltott halászathoz, horgászathoz kapcsolódik. Láttam olyan esetet, amikor egy kutyát vert valaki agyon brutális módon ásóval, vascsővel, vagy ami éppen a kezébe akadt. Találtam olyan esetet is, egy tehenes gazda esetét, akinek nagy számú jelentős állat állt rendelkezésre a telepen, 30-40 szarvas marha, 30 környéki sertés, és hát ezen állatoknak a tartásáról, egészségügyi ellátásáról, etetéséről nem gondoskodott megfelelően. Fekete rigó engedély nélküli kilövése, akkor horgászás közben egy horgászt egy hattyúdi hitet fel, és egy féltéglával fejbeverte az egyiket. Tehát a legkülönbözőbb esetek, és én azért is gondolom, hogy érdemes erről beszélni, hogy mindenki gondolja meg, hogy bánik az állatokkal, mert akár egy ilyen egyszeri cselekmény is oda vezethet, hogy bíróság elé kerül az elkövető. Az édett fajokat is említett most itt a végén, az pedig már ugye a környezetvédelmi kategóriába tartozik. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Tulajdonképpen ezt az esetet novemberben tovább tárgyalják, tehát folytatódik a per a Nyíregyházi törvényszéken, a sajtó úgyis nyomon fogja követni. Köszönjük még egyszer. Köszönöm.